Na, szevasztok, vadak! Rég jelentkeztem. Ugye egyrészt nem volt miért. Másrészt meg... Hát meg és nincs másrészt. Egyrészt azért ez egyetlen oka van, indoka. Nem volt miről videót csinálni. Most viszont, hogy nagyon meleg van, meg hallottam, hogy most pletyka, nem pletyka. Egy bizonyos típusról, ami nemrég jelent meg, hogy vannak velük problémák, és beszélgettünk sokat róla, és végül is oda jutottunk, hát most oda jutottunk, nem vagyunk se szakértők, csak ilyen ötletelés szinten, amit már mondtam én is a videóba, még régebben is mondtam egy pár videómban, hogy szerintem ezek a mai gépek annyira túlhaladtak már a teljesítményükkel, hogy igazából az olajak nem bírják lekövetni, a kétütemű motorolajak, ugye a keverékolajak, és ezért mondtam én, hogy inkább használjon az ember valami jobb minőségű olajat, és akkor beszélgettem az egyik barátommal, és akkor ő is mondta, hogy volt egyszer egy olyan eset, hogy kipufogót vitt valakihez hegesztetni, és ugye ő ilyen speciális olajjal használta a gépet, és amikor az úriember hegesztette a gépet, akkor meg is kérdezte, hogy te ez milyen olajjal használod, mert hogy nem gyulladt ki, nem füstölt semmi, és akkor kiderült, hogy hát igen, egy jobb minőségű olaj volt, ezért jobban bírta a hőterhelést. Na most hát ez oda vezethető vissza, és hát innen gondoltuk azt, meg innen beszélgettünk azon, hogy igazából, hogy annyira megy, mint mindenbe ment, ugye, mert a kocsiknál is, hogy mire nem elég 200 lóerő, minek kell 600 lóerős személyautó, meg 800 lóerős személyautó, jó, tudjuk, hogy minek kell, de igazából, hogy megy a teljesítményhajhászás, és ez minden szinten elérhető, kézzel fogható, a fűrészeknél is. Ugye egyre könnyebbek, egyre úgymond köpcentijük nem nagyon nő, de ugyanabból a köpcentiből egyre komolyabb lóerőket, teljesítményeket húzkodnak elő a gyártók, és ennek valahol azért megisszuk a levét. Hát mi az olajra satszoltunk, vagyis hát satszoltunk, az olajra tippeltünk, és mondom, csinálok egy... mindenki számára érthető kísérletet, aminek semmi köze a valósághoz légeredménye. Na jó, egy hangyányit lesz köze a valósághoz, de igazából nem laboratóriumú körülmények között történik, és nem azt a, hogy mondják, nem hogy szokták ezt mondani, szóval nem azt a körülményt modellezzük le, ami valóságban van, hanem ahhoz megpróbálunk egy kicsit közelíteni. Tegnap már én kipróbáltam, mert marra kíváncsi voltam rá, hogy mi van, és eléggé meglepő dolog volt. Valószínű, hogy ilyen körülmény az valós életben sose történik meg, de azért kicsit olyan, hát gyanús a történet. Na, gyanús, hát úgy gyanús, hogy tényleg az látszik beigazolódni, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen olajat használsz egy modern gépbe, úgymond. Ugye azt azért tisztában kell lenni, hogy ezek a mai gépek, a mostani úgymond profi gépek, bármelyik gyártótól, aki profi szegmenset épít, ugye most már azért simán 14-15 ezeres fordulatokról beszélünk, és elég megdöbbentő teljesítményekről. És ugye hát egyenesen arányosan nő ugye a teljesítménnyel a hőterhelés is, minél jobb hűtést kell kivitelezni a gépeknek, ugye mivel ezek nem vízhűtéses, hanem léghűtéses gépek, ugye hát ez elég nehéz. Ugye normális esetben a fűrészekről nem találtam olyat, hogy most tulajdonképpen azok milyen hőmérsékleten dolgoznak. A kétütemű motoroknál ugye a vízhűtésesek, ugye hát az azt írta az internet, hogy olyan 90 fokon dolgozik, mint ugye több, mint bármelyik másik motor. Ugye a léghűtéses motorok, a léghűtéses kétfütemű motorok ugye belenyalhatnak a 120-130 fokba is működés közben, ezért nagyon fontos az, hogy ugye a bordák között mindig tiszta legyen, ne legyen rajtuk lerakódás, a levegőző járatok azok mindig tiszták legyenek, ne legyenek elzárodva, mert ugye ez az alapfeltétele annak, hogy ne menjen tönkre a motorod. Ugye hát a másik alapfeltétel ugye meg a jó minőségű kétfütemű motorolaj. Na most ez a hatalmas kísérlet, ami itt kezd kibontakozni, ezt szeretném megmutatni, hogy milyen furcsa dolgok. Építettem egy
itt a fűrész. És itt a működésből fakadó hőmérséklet. És ugye két olajam van nekem, jó, mondjuk van egy harmadik is, de azt most nem tudom, hogy hol van. Az egyik ugye az a motulolaj, a másik meg a gyári Husqvarna XP olaj. Itt a hőmérő hozzá. És tulajdonképpen meg fogjuk nézni, én már megnéztem, de meg fogjuk nézni, hogy olyan 100-110 fok környékén mit művel a két olaj, és fölküldöm 160-170 fokig, és ott is meg fogjuk nézni, hogy tulajdonképpen mit bír a két olaj. Érdekes lesz. Számomra az volt. Na. Ezt úgy be kéne állítani. Nem tudom, hogy a kamerán hogy fog látszódni. De majd, hogyha ott tartunk, akkor kiveszem a... Egyelőre 50 fok. Kicsit közelebb tesszük. Na. Jó, fúj a szél, be kell csukni az ajtót. Befú a szél. 60. Nem stimmel. Na. Te itt valami nagyon nem stimmel velem. Jó, 102 alakul. Hoppá, 139, na, kicsit távolítjuk. Na, ez túl sok. Már 200-ra fölment, akkor visszább. Hagy hűljön. 189, 220, na ez itt valami nem jó lesz így. Várjatok, így ezt kiveszem alóla. Az előzőnél még így volt, jó. 82, 94, 190, vagy 192, 98, 80. Hát ingadozik ilyen 80 és 103 között. Az a baj, hogy ilyen minőségi hőmérőm van. És hát itt látjátok, 119, 113, 109, na hát körülbelül ott vagyunk. Na nézzük az XP olajat. Igazából itt tulajdonképpen ránézésre úgymond nem tudom, milyennek kéne lennie, de nem forr el az olaj, megtartja. Körülbelül a szokásos állapotát. Szóval azt mondjuk rá, hogy jó. Na hát küldjük fel a hőmérsékletet. Kicsit. Nézzük meg, hogy mi lesz. Na, visszateszem a kamerát a helyére. Játszok vele egy kicsit. Százötven. 160. 170. 170. 170. 170. Hopp, ott már van olyan része, ami 200 fokos.
190-210. Már van olyan, ami 300. Hát 170-180-200-180. Tulajdonképpen így megy, és az olaj ki is gyulladt. Kigyulladt, simán. Jó, most már belenyaltunk azért bőven a 200 fokba. Igazából alulról kellett volna megoldanom ezt a melegítést. Hát olyan 178-nál tartunk most. Na nézzük az XP olajat. Na kamera. Na hát ez a nem mindegy. Elkezd forrni az XP olaj, és azonnal kigyullad. Elveszíti a zöld színét, és azonnal kigyullad az olaj. Jó, hát elvileg nincs para, mert ugye ilyen hőmérsékleten elvileg, vagy ilyen hőmérsékleten elvileg nem találkozik a gép, de most nem fogom visszahűteni a motulhoz a bodegát. Ugye megnézzük, hogy most hol tartunk. 150, 178. Na, és akkor nézzétek a motult. Szóval ez ugyanazon a hőmérsékleten nem akar forni, nem akar kigyulladni, nem akar semmit se csinálni. Na, hát ennyit az olajokról. Szóval ezért kell jó olajat használni egy fűrészbe. Egy modern fűrészbe, meg mindenféleképpen. Szerintem, ez csak az én véleményem, ez egy paraszteszt. Ez nem mond semmit, mert ezt nem így kéne elvileg tesztelni. Ez is ad egy támpontot, hogy a hőmérséklete hogy birkózik meg az olaj. Az XP olaj nem birkózik meg. Ilyen magas hőmérséklettel, ami elvileg egy fűrésznél nem lesz. De ha azt vesszük alapul, hogy 120 fok mondjuk egy üzemi hőmérséklet, ilyen melegben, nem kimélve, nem odafigyelve, lehet, hogy bele lehet hajszolni egy 140-150 fokba, nem ég el még akkor se az olaj, mert ugye 170 foknál lehetett látni, hogy elkezd forni és kigyullad, de biztos vagyok benne, hogy már nem azt a teljesítményt adja le, ami szükségehetetik. Viszont az ott az igen. Szóval ezért kell a jó olaj. Na, ezt is megcsináltam. Na, nagyon komoly fűrészt építettem, nem? Szóval a csapágyaknak a kenése, vagy pontosabban nem is feltétlen a csapágyaknak, mert igazából a tűgörgőknek a kenése az, ami jó, valamennyi hűtő hatása biztos, hogy van a üzemanyagnak is, ugye a keveréknek, de meglepődtem, hogy a két olaj között ennyi a különbség. Ez elfort. 170 foknál elfort. Jó, nem labor körülmény, körülbelül azzal a csodálatos hőmérővel, de elfort az olaj. Ez nem. Ez vígan el volt. És most ne nézzétek az árat, mert a két olaj között árban minimális a különbség. Minimális. Nem akarok senkit rábeszélni, de ha azt szeretnétek tényleg, hogy egy főleg a mai modern gépek, amik pörögnek, nagy teljesítmények, nem csak fűrészről beszélek, kaszáról, bármiről, oda nem szabad sajnálni. Vagy leszalod, és 3 évig garanciális, kész. Ennyi. Te azt használtad, amit a gyár előírt, tönkre megy, akkor övék a felelősség. Na, csak ennyi, ez egy gyors bejelentkezés volt. Na, szevasztok!